Tavaly nagy sikerrel zajlott az ivartalanítási akció Kőbányán, mely idén is elindult. Az önkormányzat a kerület állatorvosaival összefogva ingyenesen biztosítja a kutyák, macskák és nyulak ivartalanítási műtétjét. Az Óhegy állatorvosi rendelőben dr. Rétvalvi Tamás állatorvoshoz kértünk időpontot, hogy megtudjuk az akcióban való részvétel kritériumait, és azt, hogy miért is fontos az ivartalanítás. Nagyon sok lehetőséget biztosít például az állatok túlszaporodásának elkerülésére, gondolok itt a macskákra, aminek ugye természetkárosító hatása is lehet, hiszen a kóbormacskák rengeteg vadmadarat, vadállatot, gyíkot, stb. Fognak meg, ezzel a környezetet károsítják. Ugyanígy van ez a házban, az a gazdánál tartott macsakoknál vagy kutyusoknál is, rengeteg a szaporulat. Tehát sokszor egy rosszul felfogott gondolat, rosszul felfogott érdek az, hogy hát legyenek csak kis cicák, majd találunk neki gazdát. Hát ez vagy sikerül, vagy nem. A lényeg, hogy itt ez a bizonyos ivartalanítási akció megfogalmazódott a 10. kerületi önkormányzat vezetésénél. Úgy alakult a helyzet, hogy az első etapban erre biztosított keret rendkívül gyorsan el is fogyott, az önkormányzat biztosította a következő etaphoz szükséges anyagi forrásokat, és megkezdhettük a következő lépést, a következő csoportnak az ivartalanítását. Sajnos 2020-ban közbeszólt a Covid. Melynek vonzataként az önkormányzat kénytelen volt az ivartalanítási akcióra szánt keretet átcsoportosítani. Ebből adódóan szünetelt az akció, viszont a kezdeményezés nem tűnt el a feledés homályába. Idén újra tudott indulni ez az akció, meg is hirdették, és ismét azt tapasztaljuk, hogy óriási az érdeklődés. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy az önkormányzat vállalja a kutyáknak, mind kan, mind szukakutyának, mind nősténymacska, kandúrmacskának az ivartalanításának a költségét, az ezzel járó altatás költségét is. A tulajdonosoknak, amit be kell vállalniuk, ezek a védőeszközöknek a költségei, ez lehet gallér, műtét utáni védőruha, és ami még fontos, a fájdalomcsillapító gyógyszernek a költségét is a tulajdonos viseli, ez a gyógyszerköltség, ez néhány száz forint. A ruhának vagy a gallérnak ilyen ezres nagyságrendű bekerülési költsége van. De így is egy óriási segítséget nyújtanak a kerületi lakosoknak, különösen ez azoknál fontos, akik igazán rászorultak. Tehát kis nyugdíjasok, segélyből élők, vagy csak egyszerűen rossz anyagi körülmények között lévők. Természetesen nem befolyásoló tényező az anyagi háttér, és ez egy nagyon jó gondolat a kerület számára, ők a kerület lakosaiért tették ezt meg. A lényeg, hogy a bejelentkezés sorrendjében tudjuk a műtéteket bevállalni. Természetesen egyszer-egyszer van kivétel. Ez azt jelenti, hogyha például kiderül, hogy akut beavatkozásra van szükség, tehát valamelyik állatnak méhgyulladása van. Ebben az esetben ez soron kívüli műtétet jelent. De általában ez ugye sorban történik. Nagyon sok tulajdonost listába vettünk még a múltkori akcióból. Nyilván velük kezdünk, visszahívjuk őket, igyekszünk elérni őket, hogy a múltkori akcióban ők már jelentkeztek, nyilván elsőbséget élveznek. Az ivartalanítási akcióban azok vehetnek részt, akik 10. kerületi lakosok. Az állat, itt konkrétan a kutyákra gondolok, csippel és érvényes veszettségoltással rendelkeznek. Ezt kiemelném, mert ezt szeretik elfelejteni. Valamint az állatnak, itt most kutyákra gondolok ismét, 10. kerületi tulajdonossal vagy tartási helyjel kell rendelkezniük, ugye ez az országos nyilvántartásban bármikor lekérdezhető. Macskáknál, a 10. kerületi lakosoknál, ugye lakcímhez kötjük csak, és végezzük el a beavatkozásokat, és ne feledkezzünk meg a baknyulakról is, hiszen azoknak is ezt a beavatkozását az önkormányzat állja. Megtudtam, hogy a kertekben vendégeskedő kóbormacsákra is érvényes az akció, így ők is regisztrálhatóak az ivartalanításra. Továbbá fontos tisztában lenni azzal, hogy az állatvédelmi törvény szerint, aki állatot etett, azzal a tulajdonába veszi őt.
Dr. Rétfalvi Tamás azt is elmondta, hogy mekkora kiadással jár egy ivartalanítási műtét, melynek terhét az önkormányzat leveszi a kisállattartók válláról. Mi azt az elvet valljuk, hogy ha már az önkormányzat segít az embereken, mi a műtét árából kedvezményt adunk az önkormányzatnak értelemszerűen, tehát kedvezményes áron végezzük el ezt a műtétet, ez azt jelenti, hogy körülbelül 15%-kal kevesebbet számolunk egy-egy műtéti beavatkozásért, mert ezzel is azt érjük el, reményeink szerint, hogy több állatot tudunk megműteni. Ez nagyon változó, ez a 7000 forinttól egészen akár a 30000 forintig is terjedhet. Ez függ, ugye a műtét ára az egységes, de az altatás az jelentősen befolyásolja ezt, hiszen egy nagyobb testű kutyának többe kerül az altatása. Ez mindenféleképpen befolyásoló tényező, de körülbelül ilyen segítséget jelent ez egy családnak. Az ivartalanítási akción túl a három évente esedékes ebösszeírás is most aktuális. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, amelyhez a szükséges űrlap beszerezhető a polgármesteri hivatal ügyfélközpontjában, valamint letölthető a kőbánya.hu-ról. Az ebösszeírás ez egy állandó vita téma az emberek között. Mindig jönnek a kérdések, hogy miért teszik ezt meg, hiszen már a múltkor is összeírtak. Igen. Ilyenkor el szoktuk mondani, hogy hiszen nagyon sokan lakunk ebben a kerületben, a helyzet pedig az, hogy nagyon sokan költöznek. Szerencsére beköltöznek a kerületünkbe, nagyon sokan pedig el. Ebben az esetben a Petvet Datán, ugye ez az országos ebb nyilvántartó, fel kéne tüntetni az új lakhelyet. Ezt az embereknek sajnos a 85-90%-a elmulasztja. Az ebösszeírás mindig arról szól, hogy pontosítjuk az ebb állományt a kerületen belül. Vannak olyan anomáliák is, hogy például egy nagy segélyszervezet, egy állatvédő szervezet a kerületünkben van bejelentve. Hogyha az ember a nyilvántartást megnézi, kiderül, hogy akár 30000 kutya is van itt. Valóban, mert a segélyszervezethez be van jelentve. A valóság ettől természetesen nagyon messze áll, hiszen nem ennyi kutya van, csak a segélyszervezetnek itt van a székhelye. És nem egy ilyen segélyszervezet van. Tehát ezért fals adatok jelennek meg. Az állatvédelmi törvény előírja, hogy 3 évente kötelező az önkormányzatoknak ebösszeírást tartani. Itt nincs mese ezzel, nincs kibúvás, nincs semmi, ezt minden évben meg kell tenni. Az önkormányzat erre fel is hívja a figyelmet, ebösszeíró lapokat biztosít a tulajdonosok számára, a kormányablakoknál elérhető, valamint az önkormányzat hivatalában is, de letölthető az internetről, szükség esetén, hogyha problémát jelent, ebben segítünk. Ugyanígy segítünk ezeknek a lapoknak a kitöltésében. Számos adatot kérnek, melynek egy részét a tulajdonosoktól nem várjuk el, hogy tudják. Ez például a vakcina gyártója, gyártási száma, egy csomó szám adatot kérnek, sokszor segítünk, szükség van rá. Az ebösszeírás az kötelező, tehát ez nem szabadon választott dolog, hanem kötelező, és ennek van egy határideje. Ennek elmulasztása, ez bírságolható. Nyilván nem ez a cél. Nem a cél, hogy bírságoljunk meg mindenkit, aki elmulasztja, vagy nem teszi meg, vagy egyebek történnek. A cél az, hogy pontos képet kapjunk az állatállományunkról, a kutyaállományunkról, pontos képet kapjunk ennek átoltottságáról, és azt valójában tudnunk kell, hogy milyen járványügyi helyzet áll fenn. Ugye a veszettségoltás minden évben kötelező a kutyáinknál. Ennek több oka van, kérdezik sokszor, hogy miért, mert hát más országokban ritkábban kell oltani. Igen, itt ennek az egyik magyarázata a környező országok járványügyi helyzete. A másik, hogy nem tudunk egy törvényt kikerülni. A törvény ezt mondja ki, és ez gyakorlatilag az emberek biztonságát is szolgálja, hiszen a veszettség egy nagyon veszélyes zoonózis. A maga az ebösszeíró lap egy kétoldalas nyomtatvány, melyet végig ki kell tölteni, alá kell írni, és akár a kormányablakoknál lévő dobozba el lehet helyezni.
A járványhelyzet okozta változások a kutyatartók és kutyák létszámában is lényeges megmozdulást idézett elő. Azt vettük észre, hogy az első COVID miatt létrehozott járványügyi szabályok alatt rendkívül sokan vásároltak új kutyát. Ennek ugye nem az volt az fő oka, hogy ki tudjon menni az utcára sétáltatni, hanem az volt az oka, hogy most rengeteg ideje volt, és gondolom ezek már régóta tervben lévő kutyák voltak, de most realizálódtak a tervek, és ezáltal ezek a kutyák most gazdához kerültek. Valóban az alatt, az idő alatt, amikor 2020-ban, tavasszal, nyáron a korlátozó intézkedések életbe léptek, az újonnan gazdához került, vagy tulajdonoshoz került kutyák száma ugrásszerűen megnőtt. Ez egy nagyon jó dolog abból a szempontból, hogy azok az emberek, akik részben egyedül voltak, részben a családi összezártság, itt most ez a szó jó értelmében gondolok erre, létrejött, egy színfolt került a családba. És ez, jelen esetben akár kutya, akár kismacska volt, ez egy lehetőség volt a kimozdulásra, lehetőség volt arra, hogy a családban lévő felszaporodott szabadidőt lekössék. Úgyhogy valóban így van, nagy számú kutya került gazdához ebben az időszakban. A felelős állattartás jegyében az ivartalanítási akció április 1-től folyamatosan zajlik. Az ebösszeíró lapot pedig a polgármesteri hivatal részére június 30-áig kell visszajuttatni.